A szociális tűzifa pályázaton az 5000 fő lakosság számot meg nem haladó települések vehettek részt. Háztartásonként legfeljebb 5 köbméter erdei tűzifa vagy 10 mázsa szén adható ki. Két község önkormányzata is sikeresen pályázott. Az idén is ö, sikerült 34 köbméter ö, kemény lombú ö, tűzifát nyerni ezen a pályázaton. Az erdészet, a, akivel megállapodást kötöttünk, azt ígérte, hogy a héten, vagy a jövő héten, de véleményem szerint szeptemberben ez a tűzifa ide érkezik. Még az önkormányzat nem alkotta meg az idei évre a szociális tűzifa rendeletét, az is ebben a hónapban mindenféleképpen el fog készülni. Most adatgyűjtést tartunk. Tavaly 12 háztartás kapott tűzifát, idén ezt a számot növelni szeretné az önkormányzat. A kiadandó mennyiséget egyedileg, rászorultság szerint bírálják el a gyermekvédelmi, lakhatási támogatásban részesülők és nyugdíjas pályázók között. A támogatás alapja a nyugdíj minimum, amelynek tavaly 400 át határozta meg az önkormányzati rendelet keretösszegként. Idén ezt emelni kell, hiszen a tűzifa is megdrágult. Ezen kívül az önkormányzati büdzsé további költségeket is fedez. A tűzifa árán kívül 2000 forintot ad hozzá az önkormányzat, valamennyi áfatartalmat is tesz még hozzá, illetve el kell a fát szállítani a rakodóról és annak a költsége is az önkormányzatot terheli, illetve az igénylőknek a fa kiszállítása az is az önkormányzatnak a, költségvetéséből valósul meg. Az idei szociális tűzifa támogatásokat a Magyar Államkincstár egy összegben 2023. szeptember 15-éig folyósítja.